Izgatott emberek gyülekeztek csütörtökön este az új terem előtt, ahol Cseri Tamás köszöntötte a megjelenteket. A tulajdonos, személyi edző elmondta, rengeteg ember munkája van a terem költöztetésében, amit ezúton is szeretne megköszönni. A szalag átvágását követően pedig mindenki a saját szemével tapasztalhatta meg a körülmények változását. A vendégek odabent nem győztek gratulálni, hiszen valóban kisebb csodát vittek véghez az egykori romos raktárépületben. Teljes szigetelés és nyílászáró csere történt, új burkolatokat építettek be, festettek, és a hűtő-fűtő rendszerek is bekerültek. Az alapvető probléma az előző teremmel az volt, hogy nem lehetett eldobni a súlyt. Na most ez egy súlyemelőnél az olyan, mintha az úszónak azt mondanák, hogy úszol egy medencében, amiben nincs víz körülbelül. Az új helyen van víz a medencében, a terem több szempontból is jobban megfelel az igényeknek, főleg ami a súlyok mozgatását illeti. Nekem kifejezetten tetszik, nagyon-nagyon tetszenek a színei, főleg, hogy grafikus vagyok, úgyhogy nagyon fontos ez számomra, hogy olyan terembe tudjak edzeni, ami dizájnban is nagyon jól néz ki. Nagyon jó, mert tágas, rengeteg helyünk lesz dolgozni, nem fogjuk egymást zavarni, úgyhogy abszolút minden igény ki fog elégíteni. A vendégek közül többen már hosszabb ideje látogatják az edzéseket, ők természetesen nagyon örültek a változásoknak, az új teremnek. A crossfitness mellett egy külön szoba szolgálja a spinning órák megtartását. Az előző teremben már 3 éve járok edzeni, úgyhogy elég sok mindenben látom a különbséget. Első szempont a hely, hogy végre nagyobb hely van a súlyemeléshez, ami azért elég fontos, meg talán a legfontosabb gyakorlat. A helyszín eleve, hogy végre kiléptünk abból a belső térből, talán kicsit szabadabb is lesz az edzés. Az új teremre egy pohár pezsgővel kocintottak a jelenlévők, majd az este kötetlen beszélgetéssel zárult. A jövő héttől pedig már élesben lehet kipróbálni az új helyet.